A Bonyhádi Tarkamarha Fesztivál évtizedes múltú rendezvénye a Völcsék fővárosának. A járás legnagyobb nyári rendezvénye egy igazi kulturális kavalkád. A gasztronómiai élmények mellett zenei és művészeti produkciók, valamint országos szakmai konferencia is minden évben várja az érdeklődőket. A hagyományosan kétnapos programsorozat a határon túliak körében is igen népszerű. Ez bizonyítja, hogy Bonyhád testvér településeiről is rendszeresen érkeznek vendégek. Idén viszont a koronavírus miatt az augusztus 7-ére és 8-ára tervezett esemény elmarad. Hát az idei Tarka Fesztivál eredeti időpontja ugye augusztus 7-8-ára esett volna. Erre készültünk már az év eleje óta. Természetesen ez egy olyan nagyszabású rendezvény, aminek az előkészületi munkái is azért sok hónapot ölelnek föl. Miután márciusban beköszöntött a járványügyi helyzet, nyilván ezzel kapcsolatban is gondolkodni kezdtünk, de hát várakoztunk a különböző kormányzati megnyilvánulásokra. Ugye a múlt héten a kormány bejelentette, hogy a március közepén kialakított álláspontját egészen augusztus 15-éig biztosan fenntartja. Ennek értelmében augusztus közepéig az egész országban tilos tömegrendezvényeket tartani. Ez jócskán átrajzolta az idei hazai fesztivál térképet. A döntés súlyos hatással volt a Bonyhádi Tarka Marha Fesztiválra is. A héten polgármesterasszonnyal és a Magyar Tarka Tenyésztők Egyesületének ügyvezetőjével tartottunk egy közös megbeszélést, és hát számításba vettük a lehetőségeinket. Sajnálatos módon az a döntés kellett megszülessen, hogy a rendezvény az idei évben elmarad, hiszen augusztus 15 egyfajta opció, hogy utána talán lehetséges, de innentől kezdve még mindig bizonytalan. Egy ekkora program megvalósításában pedig ezt a kockázatot nem tudjuk fölvállalni. Jó hír viszont, hogyha bár közösségi rendezvényeket augusztus közepéig biztosan nem lehet tartani, annak semmi akadálya, hogy a Tarka Fesztiválhoz kapcsolódó hagyományos fotópályázatot idén is meghirdessék a szervezők. Ennek a pontos részleteit már ki is dolgozták. Ami mégis marad egy kicsit a szarvasmarhából, így Bonyhád brendjéből, ha lehet ezt fogalmazni, az ugye a Tarka fotópályázatot mindezek mellett azért megtartjuk, kicsit más formában. Online kiállítással lesz megszervezve, a kiírást a honlapunkon megváltoztattuk, ugyanúgy július 12-éig várjuk majd a pályamunkákat, ugyanúgy el lesznek bírálva, és természetesen díjazásra is sor kerül, és augusztus hónapban az online felületeinken ezek a fotók, amik a szarvasmarhával kapcsolatosak, illetve annak tenyésztésével láthatók lesznek a nagy közönség számára. A fényképezőgépeket tehát annak ellenére sem kell a fiókba tenni, hogy a Tarka Fesztiválon idén nem lehet majd azokkal kattintgatni. A fotópályázat ugyanis idén is meg lesz tartva.